Hétfő reggel fél nyolctól vehették át a jelöltek és a jelölő szervezetek a választási irodából az ajánlóíveket. Ezeken 500 támogató aláírást kell összegyűjteniük azoknak, akik indulni kívánnak az áprilisi országgyűlési választáson. Az érdekeltek péntekig igényelhették a dokumentumot a Választókerületi Választási Bizottságnál. Az ajánlóíveket csak azok a szervezetek vehették fel hétfőn, amelyek előző péntekig igényelték azokat. Az ajánlóíveket február 17-e után is lehet igényelni a választási irodában. Az ajánlásgyűjtés az országgyűlési választásra azonban már hétfőn elkezdődött. Az ajánlásgyűjtés március 3 ig e, folytatódik. Ezen időszak alatt számíthatnak arra, hogy a, a választópolgárok, hogy a e, jelöltek, jelölő szervezetek megkeresik őket, hogy aláírásukkal támogassák. Az ajánló e, ív kitöltése során fogják kérni a nevet, a, az anyja nevét, a személyi azonosítót, a lakcímet és a választópolgár saját kezű aláírását ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni. A törvény azonban tiltja, hogy munkahelyen, munkavégzés közben, a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél, szolgálati viszonyban lévőtől, a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati hivatal helységeiben, felsőoktatási és köznevelési intézményben, valamint egészségügyi szolgáltató helyiségben gyűjtsék azokat. Csak az az ajánlóív hiteles, amelyen szerepel a választási iroda pecsétje, az ív sorszáma, és fel van tüntetve rajta az aláírás polgár neve és aláírása. A választási jogosultakat levélben tájékoztatta a Nemzeti Választási Iroda az ajánlás és a választás pontos helyéről. Akik február 17-ig nem kaptak levelet, a polgármesteri hivatalban jelezhetik.